A német nemzetiség országos szinten is élen jár az iskolák, óvodák fejlesztésében az utóbbi években. A BOI német önkormányzat, mint a helyi általános iskola és alapfokú művészeti iskola, valamint az óvoda fenntartója sikeres pályázatoknak köszönhetően több fejlesztést is megvalósított az intézményekben. A legutóbbi mintegy 80 millió forintos beruházás, melynek során étkezőt és egy melegítő tálalókonyhát alakítottak ki, a helyiek és a kormány összefogásában valósult meg. Itt Bolyón is tulajdonképpen szolgálja, hogy az iskola jól működik 400 gyermekkel, és hát 400 gyermeknek meg enni is kell. És hát kulturálatlan nehéz volt a múltban, át kellett kelniük az úton, most megvalósult egy régi lepusztult épületből, gyönyörű szépen megvalósították építők, mesterek és a helyiek. Mindez a kormány 60 millió forintos támogatást adott, Boly önkormányzata 20 milliót, ami nagyon szép dolog, mutatja az összefogásnak az erejét is, meg aztán utána az eredményét is. Hargitai János, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, hogy itt a nemzetiségek által leginkább lakott körzetben is a legerősebb a német közösség. Hargitai János hozzátette, a kormányzat az elmúlt évtizedben minden lehetőséget igyekezett megadni a magyarországi német nemzetiségűeknek. Az iskola egy olyan intézmény, ami a kultúra tovább örökítésének hát elsődleges szintere. Mi még sok mindent tanultunk a szüleinktől. A kis településeken működtek, meg ma is működnek azért különböző civil közösségek. De a kultúra átadás igazi szintere az iskola, és ez akkor van jó kézben, ha maga a közösség, a nemzetiségi közösség itt Bolyban a német önkormányzat irányítása alatt van. Sikerrel teszik, jó pályázatokat nyújtanak be, forrásokat nyernek el, képviselőként is nehéz követni az akaratukat, de mindent megteszünk érte, hogy az a jövőben is így legyen. A BOI német önkormányzat 2015. szeptemberében vette át a BOI általános iskola és alapfokú művészeti iskola, valamint a BOI óvoda és bölcsőde fenntartását. Céljuk a nemzetiségi törvény szerinti elvárásoknak megfelelő működtetés, a magas szintű modern nyelvoktatás és a hagyományok ápolása. Ebből az iskola udvarán álló régi épületben, amelyben a könyvtár volt régen, két osztályterem volt, egy technikaterem az alapsorban, erre most már nem volt szükség, a szakközépiskola ugye megszűnt itt, a könyvtárat átköltöztettük az iskola épületébe, és akkor felszabadult ez az épület, és ezt a csodálatos melegítő tálalókonyhát és a menzát itt fel tudtuk építeni. Az ebédlő berendezési tárgyait a német belügyminisztérium segítségével vásárolták meg. A menza falára német nyelvű feliratok és sváb ételek képei kerültek.